Nos, akkor itt is volnánk a drágátos Sonic Forces. Forces-nál konkrétan az újabb Sonic várományos fogunk kezdeni. Konkrétan a Sonic várományosnak a következő epizódja, ami fantasztikus játék ugyanúgy úgy szintén, de szerencsére jobb játékkal van dolgunk, mint a Lost World-nél egyébként. Sonic fegyveres erőjéről lesz szó egyébként, jó kis minden egységben az erő, meg a barátság ereje, power of friendship, kurva anyja, minden. És kérlek szépen, ez az első Sonic játék, amiben már azért van nehézségállítás. Beszarsz. Érzed el. A beginnereknek, akik már veteránok hallott, de izgalmas. Én töröltem az üzenetjét, mert mindig azt írta, hogy így. De az a vipám az, hogy az íí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 í
Ja. Azt nem szokta nyomni. Mondja, de rendsíkul. Ez a még mindig jobb, mint a Sanyi ébe, hogy neki ő mindig az E. Neki mindig ezt épp mondta, hogy E. Nem Rencsi, hanem Recsi. Ez az új neve az érnek. Nem Ren, hanem Recs. Recskás. Recskázott ezért László. Na szóval, ez konkrétan így sztoriilag közvetlenül a Sonic Lost World után játszódik. Abból gondolom, mert hogy bizonyos karakterek feltűnnek ebben a játékban, amik ott feltűntek, ezért is kellett a Sonic Lost World-ot játszani, mert máskülönben meg nem értettük volna egy-két dolgot, de teljesen értene egy-két karaktert nem ismertük volna, totál mindegy. Hard mód. Ilyen szépen hard. Legnehezebb módon fogunk játszani. Ma. Elmondom nektek, hogy tényleg ez már egy kicsit már jobb Sonic játék lesz. Mint, most nézem, hogy nem ez mennyire hangos, vagy mennyire halk. Mindenkinek van gecigránhátja. Az itt a gecigránát. Szép basztállap, itt a geciládát. Konkrétan a Eggman egy újabb kísérleten dolgozik gyakorlatilag. Mindenkinek van a szignifikáns gecije. Mindhárom motoknak. De a Sanyi a legdurvább. És már megy, srácok, már most. Szerintem jó lesz a hang. Mert azon gondolkodtam, hogy magunk között kellene megnevezni 7 bűnt, akkor meg ki melyik lenne. 7 bűn. Hát ott nincs nevetése, csak rage-e. Hát nem, de az én nevetésem, tudod mi az én gyakorlatilag az én nevetésem, mert röhög az egész munkahely gyakorlatilag konkrétan. Akkor a kollégáim azok rendszerint viccet csinálnak ebből, hogy konkrétan azon röhögnek, hogy én hogy nevettek, hallod. Hát ezt a többiek tudják be azon. Én vagyok a harag. Hát, harag is, meg utaság is egyébként igaz rám, egyébként. Meg a propaganda, megszólalások, meg minden. Úgyhogy a srácok gyakorlatilag már is időt tud gyakorlatilag, ez itt a nagy Sonic Forces. Visszatértünk most gyakorlatilag, visszatértünk a jó kis Sonic Colors-os, inkább Sonic Generations-os játékmenetre egyébként. Szóval most így elengedtük szerencsére a Sonic Lost World-ös játék irányításokat gyakorlatilag, és így maradt ez a boostolós tematika, csak kicsit változtattak a boost mechanikán, és kicsit ilyen, hát ilyen, hogy is mondjam, ilyen nagyon fura. Nem tetszik nekem őszintén annyira, meg kicsit ilyen, nincs akkora power érzete, ilyen. Meg a másik egyébként, hogy már megint egy Green Hill Zone-nál tartunk egyébként, megint egy Green Hill Zone gyakorlatilag, az 52. Green Hill Zone.
újra koppintás, csak most egy kis sivatagos áthallással. Egyébként, meg persze nyilván vannak itt is ilyen kis izéjék, kis kérdészegmensek, meg stb. Ez a Szent László. Nem, ő a Vitéz László. A Vitéz László. Vitéz László volt be. Én alázat vagyok. Igen, meg a kecsesség, nem? Bazze? Itt se jelvez akkor a fényt a sztori. Hát nem. Nem annyira, nem nagyon. Hát, meg kicsit, van egy kis komolyság néhol egy-két ponton, de inkább nem. Ez ilyen 10%-ban. Most van a Sonic Colors, meg a Sonic Lost World, ennyi volt a pálya. Sonic Colors, meg Sonic Lost World, aminek kb. Az volt, hogy ennek a sztoria az ilyen 0%, ennek kb. Ilyen 10-15% már. Konkrétan. 2D wow, egyből imádom. Wow, az egy wow! Majd figyeld majd tovább, majd figyeld tovább. Szóval, most konkrétan az van, hogy van az Eggman, aki most megint próbálkozik Sonicon felülkerekedni, ilyen tipikus sztori. És akkor így... Konkrétan megtámadta a várost, a közközeli városok, és azért, hogy most ide kergesse a Sonicot, és akkor ilyen elterelésért. Azért, hogy hú, megjött a Shadow, hoppáska. Itt van az a buzi gyerek a Lost World-ből, Metal Sonic, itt van a Chaos, Adventure 1-ből, mi történik, srácok? És egy vadonat új karakter. Úristen, na itt már van valami, történik már valami. Nem fia, bujaság! A bujaság, pont a perfi a bujaság. Úristen, srác, hogy itt konkrétan egy ködös erővel itt megbasztak mindenkit most itt. Nem tudjuk, mi történik. Azért jó oda küldik azért a Sonicot, mert most látszik, hogy azért van valami azért. Itt azért, ami történt, azért csak ki akart lenni. De konkrétan a Sonicot elkapták, szétbasszák a Sonicot, itt ennyi. Ennyit a barátság erejéről. Itt a Sonic legyőzve, legyőzték a Sonicot, és konkrétan az Eggman Army átvette az izét, az irányítást. Igen. És akkor tovább folytottak a csaták, és akkor itt valami... Várjál, majd mindjárt folytatom. Honneri fejjel, buzi! És ezt figyeljétek! Megjött! Itt vannak a karakterek! Itt van a Silver, de hogy a kurva anyámban, ezt nem tudjuk. Itt van a Amy is, itt van a Kreatrixok. És itt van a csomó... Ilyen szöveg, ezért ez mindig beszarod. Optimist vagyok, de egyből realista. Ilyen időszöveggel érzi. Amúgy fejtegettem a szívembe, hogy Eggman a jó fiú valójában. Aha, értem. Tehát lehet. Sok a buzi, ezek mind izér retardáltak. Lesz egy sztori, úgy látom. Szóval konkrétan a Sonicot legyőzték az Eggmanék, és konkrétan ilyen lázadó, ilyen rebel szintű ellen, ilyen felszabadítási frontot kezdtek el konkrétan itt megmutatni, és így szervezni, hogy konkrétan legyőzzék az Eggman seregét. És itt van gyakorlatilag a játék nagy újdonsága, újítása. Lehet kreálni egy kibebaszott karakter, de hogy milyek, azt nem tudhatjuk. A tojás példalom visszavág, így van. Hangyássű kolónia. Hangyássű kolónia, és akkor konkrétan ez jó lesz Materottó. Ez jó lesz? Hogy lehet kreálni karaktert? És lehet kreálni most már karaktert a játékba, kérlek szépen.
tudunk választani, és akkor csatlakozhatunk a fegyveres erőkhöz, a konkrétan a látadó sereghez, akik harcba szállnak a Eggman serege ellen. És akkor itt konkrétan lehetünk többféle állat. Lehetünk kutyák, lehetünk farkasok, nyulak, medvék, macskák, izék, ilyen madarak, ilyen jettő hókos izék, lehetünk hedzsogok, lehetünk jó kis hedzsogok is lehetünk, sőt disznósok is lehetünk, tiszta fárak rá, persze. Hogyne. Karakter így. Jó, ez a karakter így, persze. Az igen, még Nintendo mi. És hedzsogok is lehetünk konkrétan. Most eldönthetitek, srácok, hogy mik legyünk. Macska legyél. Lehet, hogy macskások is. Azok is érdekesen néznek ki. Ja, akkor egy szavazat a macskára, akkor a izé. Építs újra Sonicot. Persze. Újra rekreáljuk az egész világot. Mindenki meghagyakoltak, és akkor a helyét izé. Ilyen random állatok veszik körül. Mindenki meghal. A Shadowék is, Silverék, mindenki meghal. Láthatjuk azok voltak, hogy mindenki itt van, és úgymond tényleg is legalább berakták a játékba őket, a karaktereket konkrétan. És akkor így ők is harcolnak a izék, a erők ellen, stb. És akkor úgy hiszik, és konkrétan úgy hiszik, hogy a Sonic az vagy meghalt, vagy elfogták, nem tudjuk, hogy mi van vele. Nem tudjuk konkrétan, mi van vele. Most konkrétan a régi visszaköszönt ellenségek, riválisok most legyőzték a Sonicot, meg egy vadonatúj sötét erőkkel bíró karakter volt ez, aki konkrétan jött és megbaszta Sonicot, úgy, hogy van. Valamit tennünk kell. És ez a új karakterünk lesz az. És akkor most macska legyen, vagy izé? Vagy farkas? Most van egy farkas, meg van egy macska. Most akkor mi legyen akkor? Látszok. Fábián, László, te kiket akartok? Senkit. Mi egy izét? Kígyót. Kígyófejűt. Sámánt. Izért. Ez a... hogy is hívták? Ez a... Kemény kígyó sámán. Dark Sonic. Így van. Dark Sonic kéne. Jó volna. Sajnos az nincsen a játékba. Csak a Sonic X van a Dark Sonic. Az a baszó. Ha viszont az baszó. Jó kérdés. Jó kérdés. Akkor Tica, na. Na akkor már kettő a macskásra. Macskás volt, de jó Tica. Jön akkor macska, na. Csak itt is tudunk, hát ne gondoljátok azt, hogy tudásban van véve egyébként a karakterek reállás. Van neki bizonyos tájpok, itt lehet itt színezni a belső bőrszínét, hogy megeszik. Pimbig. Ja, egyébként a másik gyakorlatilag itt is csomó karakter benne van, kivéve a Big. A Big az nincs itt megint csak. A Big az megint csak nincs, de viszont most nem csak ő nincsen. Most a Blaze sincs itt egyébként, a Blaze sincsen itt. Érdekes módon a Blaze nincs itt, de a Silver itt van. Szóval az is érdekes, hogy konkrétan a Silver, ugyan emlékezünk a 06 szoriában. Megint egy szarszorik. Hogy emlékezzünk gyakorlatilag ez a kék szem, a Sonic 06 sztoriában konkrétan az volt, olyasmi színűkkel, aki még nincsen. Hát ez a faszom fekete. Ez a fekete faszom. És akkor lehet a hangokat is hozzáadni. Fasz meg. Vagy egy kicsit. Ez az a szokásos ilyen japán izé. Hát ezt nem így baszták majdnem el a filmben. Így van. Ezt a szemet baszták el majdnem. Betegek ezek a szemek. Van nekem nem olyan vékony, mert nem olyan izé, ilyen tipikus ilyen japán fasság. És akkor van itt ilyen győzelmi öröm, hogyha teljesíted a pályát, akkor hogyan örüljön neki, meg ilyenek. Nagyon komoly dolgok vannak egyébként ebben. És annyiféle lehetőség. Nagyon túl van gondolva egyébként tényleg. Hát...
Jó lesz ez. A breakdance-es. Looks great. Ennyi. Breakdance. Kettes. Szóval, itt van a Knuckles is. Commander Knuckles. Azt mondja, Commander. Visszaemlékeztek a Szilva gyakorlatilag, de hogy a 06 úgy ért véget, hogy a Iblisnek a lángjait, konkrétan a lángot kigyújtott, kihullasztott, kihúnyták, úgymond, kialudt a láng, és ennek köszönhetően ugye az emlékek kitörlődtek. Kitörlődtek azok az emlékek, amik a Solaris, meg a Mephiles, meg Iblis idejében voltak, és akkor konkrétan őket töröltek ki az időből, meg az egész emlékezetből, és ez azt jelenti, hogy akkor az időutazás is így értelmetlenné vált, és így Silverék sem utaztak vissza sose, és azt jelenti, hogy sosem találkoztak a Silverékkel. Gyakorlatilag azt jelenti, hogy ők nem is ismerik egymást valójában így konkrétan. És itt ilyen GTA San Andreas-os területfoglalások lesznek gyakorlatilag, most elfoglalta az egész földet. Nem kell 30 percig karakterét csinálni, hát legalább. Hát a Knucklesnek is megváltozott egy kicsit a hangja. Az a baj, hogy mindenkinek megváltozott a hangja. Itt már gyakorlatilag mindenkinek. De egy dolognak viszont örülök, mi végre játszhatunk a Shadow-val. Végre mehet a Shadow, bazd meg. Super Sonic. Mi? Hol? Ja, mert már befejeztem a játékot, és ezért beállítottam már ezt. Ez volt az első pálya. És akkor lehet nyomni már most az Super Sonic. Jó, már felfogtam. Lehet menni a Shadow-val, meg a Super Sonic-kal is. Most ez nem így, mert most már megyünk tovább a többi pályán. Egy kicsit halk a játék. Várjál. Nem, ez nem jó, ez így. Itt a title screen, hogy másra nem tudom állítani a hangot. Jó lesz, akkor ez így passzom, szórakozzon. De sok szóval... Szirfájtő habban majd lesz, de olyan elmebeteg is lehet a kari, hogy az beszarás. Jó kis japán játékokat, azokat nem übereli. Most rámentem tényleg az izére. A title screen-re faszomba. Annyiban legalább jobb, hogy egy kicsit így változtattak úgymond a sémákon is, hogy ez az új karakter, ez az avatár gyakorlatilag, mert így hívják avatárnak gyakorlatilag. És... Kicsit más a gameplay-e neki szerencsére, egy kicsit így változtattak a gameplay-e, és szerintem sok fegyvert fel lehet venni gyakorlatilag az ő karakterében, és így kicsit változtatunk a történeten. Szóval megtudtuk azt, hogy Sonic életben van, csak fogjulejtették konkrétan, nem is akárhol, egy ismerős területen történt meg. Rentál avatait, lehet segítségül hívni a izéket, ilyen más játékosokat. Vannak itt azért jól meglehető karakterek azért. Most júniusban, most néztem utána. Mondjuk az nem rossz. Nincs kettő. Szóval jól meg lehet kreálni egyébként a karaktert, úgymond, meg sok fegyvert fel lehet venni belőle. Mert úgymond konkrétan fegyvere lesz a karakterünknek. Aminek viszont nagyon örülök egyébként ebben a játékban, ami szintén elismerésre méltó, hogy a zene az nagyon jó. A zenék azok nagyon jók egyébként, tényleg. Ennek a pályának a zenéjés egyébként kurva jó. Vére valahára ismételten kaptunk konkrétan vokális theme songokat, vokális zenéket. De érdekes módon csak is kizárólag az avatáros pályákra, amikre a saját karakterünkkel mehetünk, csak azoknál.
Jó. Sajnos a Sonic-éknál ott kicsit más, ott nem kaptunk konkrétan. Shiny. Hogy konkrétan ilyen, itt foghatjuk és ilyen lángszoróval itt szébaszhatunk mindenkit konkrétan, úgy, ahogy van. Volt a DS karakter, egy drogos báró, nem volt ott, akkor ott minden. Tehát gyakorlatilag lehet majd ilyen kozmetikákat felvenni, meg minden. Ezek kicsit turbózni a külsőt, meg persze itt is vannak ilyen viszpek, csak kicsit itt is más viszpek egyébként, amiket a Colors-ban ismertünk meg. Szóval vannak azért újítások azért, nem azt mondom, ilyen tényleg azért jobbnak mondanám egyértelműen. Több ötletnek találom ebben a játékban, több ötlet van sokkal, mint a Lost World-ben például, vagy mondjuk esetleg a... a Colors-ba. És még vannak itt ilyen kvitáinventes pontok is egyébként. Ettem is annyi cukrot, a botos ismerősebb ajánlásával. De az elején... Csípi nagyon a nyelvedet, de attól még a cukor finom. Annyi cukrot ettem. Az melyik? Hogy is hívják azt? Valami némit nekem egyébként, hogy van ilyen egyébként, csak azt már nem is emlékszem, hogy az hogy hívják már. Szerintem régen mártam én is hasonlót. Én azt szerettem volt, amikor voltak ezek a régen, ezek az ilyen cukorkás, cukorporok, vagy nem tudom mi a szarok, amik így konkrétan így megetted, beveted a szádba, akkor így konkrétan egy perzselt, így elkezdett így ropogni, meg ilyen, így kicsit így sercegni a szádba. De egyébként rohadt jó ilyen savanykás édes íze volt, valamilyen kísértett féle cuccok is volt kísértett. Hát valamilyen ilyen csontváz, meg ilyen csontalakúak is voltak. Voltak konkrét cukorkák is, nem csak ilyen por. Nem hiszem, volt ilyen por is régen általános iskolában, az nem a divat volt. Patogó cukor, az teljesen más. Igen. Igaz, más egyébként, csak most ez jutott eszembe egyébként erről. Toxic waste. Az van rajta. Volt hozzá nyalóka is. Igen. Hú, az milyen jó volt az. És betetted nátokat a nyalókát. Az mondjuk fasza volt. Az mondjuk tényleg fasza volt. Na szóval. Visszatérve. Most átérek akkor arra a témára, amit mi pedzegettünk az elején. Most mondjuk akkor most nagyjából meséztük akkor a játékot, hogy akkor miről kell szóljon. Ghost Town, Sega Pack kosztüm. Ja, most itt vannak ilyen kis külön kosztümök. Na várjál, még miért az oda betérek. Itt van egy kis érdekesség. Ugyanis nem csak Sonic és a kreált karakterrel tudunk mozogni. Ugyanis van egy harmadik irányítható karakterünk, aki nem más, mint a egy olyan karakter, amit nem gondoltuk volna, hogy visszatér, mert hát úgy gondoltuk volna, hogy józan ér, úgy ittálta volna, hogy hát logika úgy ittálja, hogy mi a fasznak térne vissza. De ezt már konkrétan csak árnyéka önmagának. Nem az Avatar, hanem a Getis Classic Sonic visszatér. Nem az Kristóba az, csak hogy megérkeztél te is. Úristen. De ennek annyira fasság. Fasság. Minek kellett visszavozni a Classic Sonicot, azt a büdös életem nem tudja. Egyébként. Ilyen dimenziókat jutottak meg gyakorlatilag az Eggmanék, és akkor így visszatolt megint jönni. Még rosszabbul is néz ki. Hát az a baj, hogy alapból az a baj, hogy maga a többi karakternek a dizájnja is egy kicsit rosszabbodott egyébként. Mi nem köszöntem? Nem köszöntél. De miért nem dumál? Mert az arra reflektál, mert tudod, hogy a régi klasszikus játékokban
Nem beszéltek még akkoriban a karakterek, tudod, mert akkor nem beszéltem, volt szinkron akkor még a régi klasszik kérdés játékokban, és akkor erre akarok reflektálni, akkor még nem tudott beszélni a izé klasszik. Úgyhogy megvartam, nem baj. Viszont amennyire kurva jó zenéi vannak az Avatarnak egyébként, ugye a kérdés klasszik Sonicnak nagyon szar zenéi vannak szerintem. Olyan kicsit ilyen, nem is tudom, ilyen próbál izélni, próbál ilyen, arra a régi kérdés klasszikus érára visszavezetni, de valahogy nem az igazi. És ami kurva szar egyébként, hogy konkrétan kivették azt a pontot, hogy a Generations-ben elég volt csak megnyomni a kockát, és akkor már tudtál spindeselni. Itt konkrétan le kell nézni, le kell nyomni a kurzort, és akkor megnyomni hosszan az át, és úgy izelni. És ez egy kurva szar, mert így mindig meg kell álljád, így konkrétan jó, nyilván úgy, mint a régen, a régi ebbe is. Azon beszélgettünk, hogy közülünk ki melyik lenne a hétfő bűnből. Gergő a falánk. A Kristó, azt szerintem... Kabzsi, ő a Kabzsi. Ő a Kristó a Kabzsi. Mindig szerette a trédelésekből jól kijönni. Úgyhogy ő a Kabzsiság. Meg még kicsit a irányítás is egyébként kicsit ilyen csúszhatottabb, ilyen nem az igazi őszintén. Most mondhatjuk azt, hogy gyakorlatilag három választható karakter van, és mondjuk ez is már jobb, mint a semmi, mert a Lost World-ben gyakorlatilag csak egy karakter volt, nem volt több. Szóval ez is már valamilyen szinten jobb, de nem vagyok ezzel megelégedve, mert nem klasszik Sonic-kal akarok bazd meg izé játszani, bazd meg avatárral, hanem normálisabb karakterekkel. Ilyen téren. Ez is elsang, tehát nagyon fasz a zsiványos. És akkor ilyen rebardokat kapunk gyakorlatilag, miután megcsináltuk a küldetéseket, és akkor ezeket át tudjuk pakolni a karakterünkre, a kreált karakterünkre. Nos. Igen, egyébként az is egy említése miatt, hogy amikor legyőzték a Sonicot az első pálya után, azután egy hónap, vagy mennyi telt el? Egy vagy két hónap telt el kb. Most így mutatnak egy kis felvételeket konkrétan. Most a saját kreált karakterünknek a múltját, hogy most mit csinált egy hónappal ezelőtt mondjuk, amikor ilyen nagy kaotikus katasztrófa történt. Paraszt Krisz. Hónap irány a kalózhajó. Kalózhajó. Milyen kalózhajó? Mikkel játsztok ti? Ott a rúzs. Neki legalább jó kis erotikus hangja van legalább. Úgy kell. Infinite. Ja, na, most csak tessék. Most egyszer mondtad azt, Kenta, mondtad azt, hogy még a Sonic Adventure 2-ben, hogy az Infinite nevű karakter, azt mikor jöjjön meg? Itt. Tessék, elérkeztünk ide. Itt van az, ebben a játékban van az Infinite. És csak érdekességképpen az Infinite, na, vele érdemes számolni egyébként, mert ő egy jó karakter, csak kurván nem kurvára elbaszták a karakterét, úgymond így nem annyi potenciál lenne benne egyébként, de nem adnák meg. Nem adták meg a izét. Nem adták meg a kellő potenciál. Overstálták ki. És így kb. 30%-át használták ki a tényleges potenciáljának. Játékkalózkodás. Bazd meg, Kristó, nem igaz. Ne kalózkodjál, nem szabad. Nem szabad. Na. Szóval. Mit akartam mondani? Amit akartam beszélni. Reflektálni, hogy... Esetleg nem fogod tudni esetleg, miről van szó Kristóf, akkor majd rá fogsz jönni majd előbb-utóbb.
az, amiről beszéltünk az elején. A véleményem szerint gyakorlatilag a ember életében gyakorlatilag talán az általános iskola, vagy meg talán a középiskola, de talán inkább az általános iskola a legkihívást jelentőbb, és leginkább vízválasztóbb időszak. Az az időszak, amikor ténylegesen itt ilyen vagy szép emlékek fűződnek hozzá, vagy kegyetlenül rosszak. Egyébként. Itt van a defeg. Újra megépítették a halálcsillagot másodjára is. És szóval amit mondott a ott a halálcsillag. Szóval amit mondott a nézőm is például, akire konkrétan fogok reflektálni. Hasonlóképpen azért is gondoltam azt, hogy mindenképpen beszélnék erről, mert hát tényleg amit ő úgymond átél, az kapja hasonló velem is egyébként. Újabb kis vokál zene. Majdnem elbasztam. Mi egyébként nem túl hangos, bízok benne, nem túl hangos a játék. Szóval nekem is kegyetlenül szar időszakom volt az általános iskola gyakorlatilag, a lehető legrosszabb, ami valahogy csak történtett volna, hogy nyilvánvalóan én is így mondom, tehetek róla valamilyen szinten, mert az általános iskola alsó tagozata az fantasztikusan jó volt egyébként, az fantasztikusan jó volt, csak utána nekem volt egy ilyen törésem így kávé így a első tagozatkor. Akkor volt az, hogy a szüleim elválása gyakorlatilag nagyon nehezen rosszul érintett egyébként engem, és ott volt az a bizonyos időszak, hogy én nagyon magamba húzódtam onnantól kezdve. Amilyen ember voltam azelőtt, a szökes ellentéte lettem onnantól kezdve, meghíztam, mint a szar, ugyan említettem is, hogy én gyakorlatilag ilyen 100 kiló fölött voltam, én rohadtul dagat voltam. Lusta is voltam, ezért ilyen, tényleg ilyen magambaloskodó, nagyon depressziós, introvertált, minden voltam gyakorlatilag. Konkrétan. És ugye emiatt, hogy nem nagyon álltam szóba most így konkrétan senkivel, mert gyakorlatilag az volt a baj, hogy az időszakom, az a nagyon traumatikus időszakom gyakorlatilag, abban a pillanatban senki nem volt az a osztálytársaim közül is, akik ténylegesen így konkrétan fogták volna és így segítettek volna esetleg átfészelni ebbe az időszakba, vagy esetleg például a mellettem álltak volna, legalább egy egyébként. De nem. Konkrétan helyette mindenki ellenem fordult szinte. Volt, aki csak úgy semleges volt, de legtöbben meg csak egy akkor kezdtek el, hogy mondjuk így belém kötni, és így ténylegesen szekálni, és így konkrétan zaklatni. Így mondjuk így akkoriban nem nagyon volt ilyen fizikai bántalmazás, inkább ilyen mentálisan tettek tönkre egyébként.